Egy migráns eldobott egy szendvicset, ezért van nálunk sertéspest is, jelentette ki az agrárminiszter jelölt. Az új honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy az alapoktól kell megújítani a hadsereget, Rogán Antal pedig lényegesen erősebb alaptörvénymódosítást emlegetett. Lakatos Júliát és Horn Gábort kérdezzük. Így is van. Jó estét kívánok. Jó estét. Kívánok. Az fontos, hogy néha egy miniszter is beszélhet csacsiságot? Vagy lépjünk ezen túl, és legyünk nagyvonalúak. Ugye Kásler Miklós mondatain is csámcsogunk hetek óta, most már 2 hete, amióta tudjuk, hogy ő lesz a miniszter egészen biztosan. Most ugye a szendvics kérdés is előkerül majd a következő napokban. Ez a fontos? Hát szerintem ez is fontos, hiszen itt politikusokról van szó. Lehet azt mondani, hogy ők szakértők, de ha valakiből miniszter lesz, akkor az politikus lesz. Tehát ilyen nincs, hogy a civil miniszterek, ugye már hogy most az a szöveg, hogy a hány civil miniszter van, egy sincs, ilyen nincs, ez a műfaj nem létezik. Valaki belép a politikai terepre. Hát tegnap még civil. Hát tegnap az lehet, de ma már nem az. Ma, amikor bennül egy bizottsági meghallgatáson, aki egyébként őrá ez nem is igaz, amiről beszélünk, és ekkora útvaros nagy marhasságot mond, szerintem direkt. Tehát nem az van, hogy ő szegényként zavarba volt, és most mondott egy hülyeséget, egyébként lehet, hogy jó szakember, én nem tudom, nem értek az agráriumhoz, de ezt mondani ma Magyarországon, hogy ezek a szerencsétlen menekültek, akik egyébként tudjuk, hogy nem esznek disznóhús, tehát ugye ez egy probléma a muszlimokkal, mert az ő problémájuk, nekem nincs ilyen problémám velük. És azt is tudjuk ráadásul, hogy Ukrajnából jött ez az egész probléma, és a folyamatot is látjuk, ahogyan ide érkezett Magyarországra. Ez szerintem ez kimeríti a rasszista kijelentéseket, mert ugye megint arról van szó, hogy egy ilyen ártatlan pillanatban is az jár valakinek a fejébe, hogy hogyan tudna eleget tenni Orbán azon kívánságának, hogy azért itt vannak ezek a migránsok. Na ezt akartam én mondani, hogy ez nem rasszizmus, ez egyszerűen csak megfelelési kényszer. Mondani valami jót, amire majd valaki megsimogatja a kis fejét. Ezért van egyfajta koreográfiája minden ilyen meghallgatásnak. Egyébként ezek szerintem egy eléggé unalmas típus történetek, amikor szépen felsorolják az adott témához kapcsolódó dolgokat. Nyilván a média logika és az újságírás az abból él, hogy kiragadjuk ezeket az érdekes, vagy akár szokatlan, vagy akár ellentmondásos mondatokat. Valószínűleg egyébként nem ez a lényeges. Tehát holnap után ennek már nem lesz se hírértéke, se hatása a politikára. Nyilván attól még ez egy szerencsétlen mondat, és hát vannak ennek szakpolitikai vonatkozásai, de az abban biztos vagyok, hogy nem ez a fontos. Itt volt Korozs Lajos, aki ugye beült a Népjóléti Bizottság meghallgatására, ugyanúgy Kásler úrhoz tartozik, mint emberi erőforrás miniszterhez, mint az oktatás egy másik bizottságban, és elmondta, hogy voltak éppen igazán szakkérdésekre nem tudott a miniszter válaszolni, csak az egészségügy tekintetében, és bármit is kérdeztek, mindenre egészségügyi választ adott, mert ebben van otthon. De szerintem ez is normális. Hát honnan tudná a beiktatási előtti napon a legapróbb vagy legnagyobb, de szakkérdésekre kapásból a válaszokat, amikor soha nem foglalkozott eddig azzal a területtel. Azért vannak a szakemberek a kormányban, nem? Vagy azért vannak a szakemberek a minisztériumokban, nem? Hát ezért probléma ez az emberminisztérium, mint megoldás, mert ugye sokan rálenyíthetnek, hogy majd lesznek jó államtitkárok, vagy rosszak, majd meglátjuk valakik, és majd ők képviselik. De hát ezért nem így van. Tehát az, hogy egy kormányban nincsen oktatási miniszter, a jelenlegi Fidesz kormány szeret a magyar múltra hivatkozni, szeret kicsit révedni a régmúlt időkbe. 5-ös óta van Magyarországon oktatási miniszter, tehát nem ma kezdődött ez a dolog, 2010 óta nincs oktatási miniszter. De nézzük meg az oktatásnak, az egészségügynek, a szociális ügyeknek, a kultúrának, a sportnak. Nincsenek külön minisztériumai, hát a sportnak se, igen. Nem is kell, hogy lenne, mondjuk én nem szeretném, én voltam a kormányban, ahol volt sportminiszter, egyébként egy bizonyos Gyurcsány Ferenc bár ne lett volna, mármint a sportminiszterség egyébként, ezt most adjuk. Tehát azt gondolom, hogy igenis van annak üzenetértéke, hogy egy kormányban milyen emberek vannak, hogy van propagandaminiszter, de nincs oktatási miniszter. Van innovációs miniszter, nem tudom, mi a fenét fog csinálni. Nincs egészségügyi miniszternek, vannak üzenetei, és ez a szakma számára az érdekérvényesítésével egy probléma, mert Kásler nem fogja tudni a magyar pedagógus szakma érdekeit képviselni, mert fogalma sincs, hogy mik ezek az érdekek.
Azért úgy gondolom, hogy egy politikus is tanulhat, és remélem, hogy idővel fognak is ezek az úgymond civil miniszterek beletanulni abba, hogy ez hogyan működik, viszont szerintem inkább az az érdekes, hogy irányítás, hogy vezetés technikailag mennyire más koncepciót képvisel ez az Orbán kormány, mint akár az előző. Nyilván egy nagyon látványos koncepciókülönbség van a korábbi balliberális kormányokat. Tehát a balliberális kormányok annó úgy működtek, hogy mind a civil, mind a társadalmi szervezetekkel nagyon széles körben egyeztettek. Egyszerűen úgy gondolták, hogy kívülről fogják becsatornázni az igényeket, és ennek megfelelően hoznak döntéseket. Ez egy típusú vezetési stílus. És ezzel szemben az Orbán kormány szépen lassan az utóbbi 11 évben egyébként norvég minta alapján elkezdett kiépíteni egy államcentrikus, cselekvéscentrikus, és egyébként az erőpolitikára építő vezetési stílust, amit most teljesen átalakított az Orbán azzal, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen nekem nem kellenek elős politikusi személyiségek, nem kellenek egyéniségek, legyenek inkább olyanok, akik szakértők, vagy könnyebben cserélhetők. Az az érdekes a mostani kormányban, hogy mindenki feláldozható. Már nincsen az, hogy egymással versengenek, vagy versenyeztethetőek a politikusok, mint korábban. Most már azt látom, hogy inkább az van, hogy felülről van egy koncepció, ezt a koncepciót delegáljuk és ellenőrizzük, és kiterjesztjük az egész rendszerre. Ebből a szempontból igaza van Orbán Viktornak, amikor a civilekről beszél a kormányban, mert valóban nem a politikából, nem a frakcióból, nem a Fidesz felső vezetéséből emelt miniszteri rangra embereket, hanem hozott kívülről olyanokat, akik eddig ebben nem mártoztak meg. Tehát ha Julinak igaza van, akkor ez nagyjából azért kinézhet úgy, hogy majd én megmondom, hogy mire gondolj, te csak csináld meg. De én azt hiszem, Júli, hogy ebben azért annyira nincsen igazad, szerintem eddig is így működött ez. Tehát a magyar kormány 2010 óta egy egyközpontú, egy kézből vezérelt kormány. Nem történhetett olyan fontos kérdés Magyarországon. Viszont lépésre alakult ez ki, és gondolom, hogy korábban sokkal nagyobb autonómia volt az egyes miniszterek, egyes államtitkárságok részére, és szerintem ebben van egy tudatos koncepció. Valami változás kell, hogy legyen, Gábor, bocsánat, mert erre a hétre jelezte Rogán Antal, hogy ismertetni fogják a közvéleménnyel a miniszterelnöki kvázi munkaköri leírás. Tehát, hogy miért felel, milyen területeket koordinál, és milyen módon a miniszterelnök. Ami egy újszerű elemet, ilyeneket azért eddig nem ismertünk. Hát most se fogjuk megismerni, de én azt gondolom, hogy ez a fajta egy központban Orbán körül dől el minden, ez eddig is így volt. Most én értem, hogy ez egy más struktúra, de azért csak szeretném jelezni nektek, hogy a nagyon erős eddigi miniszterek közül, ugye Balogh Zoltán, aki, ha jól emlékszem, tehát 6 évig volt az emberi erőforrás, egy darabig nemzeti, majd aztán emberi erőforrás minisztérium vezetője, az egy dologra volt igazán büszke a 6 éves tevékenységéből, hogy nagypéntek munkaszünet lett. Tehát ezt ő maga mondta, nem én találtam ki, azt mondta, hogy ő arra büszke a 6 éves munkájából, hogy nagypéntek. Hát kinek mi a fontos? Na jó, ezt én értem, csak ő hozzá tartozott minden, ami Magyarországon a humán szférában fontos, ami az életünk a kormány oldaláról, és ehhez képest ezt sikerült elérni. Pedig a Balogh nem volt egy gyönge ember, tehát ő nem arról van szó, hogy egy kívülről jött, a Fideszben nem az egyik legerősebb emberként jelenlévő politikus. Orbán egyébként eddig is csinálta azt, hogy leváltotta és félretette az embereiket, és újakat hozott. Ez mindig jellemző volt. Tehát én elég régóta ismerem Orbán Viktort. Mindig ilyen, a 90-es évek elejétől ez volt, hogy nagyon, ugyan mindig gondoskodott az embereiről, ez egy fontos, ha tetszik, pozitívum, tehát sose hagyta az út szélén a saját politikus társait, másokat bőven, majd 2 millió ember, de gondoskodott, de ez a fajta cserebele, ez mindig jellemző volt. Hát, igen, de ezért is mondom, hogy nem egy személyi kérdés, szerintem ez egy strukturális kérdés, amit le lehet vezetni. Egyrészt politikatudományi megalapozottsága van, tehát ha visszamegyünk 2000-ig, tudom, hogy ez unalmas a nézők számára, de én látom ennek azt a tudatos megalapozását, ami a mostani konstrukcióhoz vezetett, látom ennek a változását. Ebben az következik, hogy ő nem improvizál, így akarta, és most célba ér bele. Szerintem egy adhok dolog, hanem megvalósíthatta azt a koncepciót, amit katonatiszt vezet egy minisztériumot, és azt mondja, hogy előről kell kezdeni a honvédség felépítését. Azt hogy kell érteni? Hát én szerintem ez például az egyik legrosszabb üzenete ennek az egész történetnek a civil világban, a nyugati polgári demokráciákban lényegében példanélküli az, hogy egy honvédelmi miniszter katona legyen. Ez ugyanaz, amikor itt valami olyan keveredik össze, aminek nem szabadna összekeverednie. Az, hogy a honvédség fölött van egy civil kontroll, annak még a politikus az illető, annak nagyon nagy jelentősége. Na de az is Orbán Viktor, ez a kontroll, nem? Ez így van, de mégis van jelentősége annak,
hogy kicsoda. Mint ahogy egyébként például szerintem a magyar egészségügynek jót fog tenni a Kásler jelenléte. Tehát jobb helyzetbe tud kerülni a magyar egészségügyid azzal, hogy egy fontos orvos szakember, aki el tudott érni egyébként nem csak a Fidesz kormány alatt, hanem a mi időnkben is, meg előtte is komoly, egyébként centralizált eredményeket saját maga és a kórháza számára, nem a magyar rák megelőzés vagy a rák gyógyítás számára, de egy centrumban nagyon komoly eredményeket, ezért le a kalappa a Kásler Miklós előtt. Tehát szerintem a magyar egészségügy jól fog járni. De hát nem csak a magyar egészségügy tartozik ahhoz a területhez. Tehát én azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy változás, nincs, nem fontos ez a vita köztünk, mert egyrészt majd meglátjuk egy év múlva, másrészt pedig te se azt mondod, hogy itt valami robbanásszerű változás. Az van, hogy az Orbán megint úgy érzi, hogy azt csinál, amit akar, ha most ezt akarja, akkor ezt csinálja, holnap ennek az ellenkezőjét akarja, akkor majd az ellenkezője. Legyünk igazságosak, közben megkerestem Palkovics László feladatköreit, a tárca által legfedett szakpolitikák, az energia és klímapolitika, az infokommunikáció, a közlekedés és a fenntarthatóság. Ezzel foglalkozik Palkovics László fenntartható. Plusz a szakképzés, a fejlődés és innováció és technológiai minisztériuma. Hát így. Hát így, jó, csak akkor... Azért nagyon sok minden került át hozzá, hogy a Fejlesztési Minisztérium felszámolásával, de szerintem ezek szimbolikus ügyek, és úgy is kell kezelni, és a politika a Fidesznél nagyon is ezekről az üzenetértékű dolgokról szól. Hát kétségtelen úgy van végsősor, ahogy Gábor mondta, hogy majd meglátjuk, nem is olyan sokára, mert az első jeleket elég gyorsan fogjuk érzékelni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Jaksi Kata következik itt nálunk, majd meg Gajdos Tamás, ez azt jelenti, hogy 7:30, ez a híradó ideje, és utána jön továbbra is az egyenes beszédét, várom vissza.